Támrendszer és 4000 tő paradicsom palánta. Faragó Imre 3 hete ültette ki a fiatal növényeket, éppen a csapadékos idő előtt. A horgosi termelő szerint a sok eső nagy károkat tehet. A csapadék a levelek besárgulását és a gombabetegségek elszaporodását okozhatja. Megelőzéssel azonban mindez elkerülhető. Ebbe az első stádiumban átlagosan résztartalmú szerrel kell kezelni, főleg a nagyobb esők után. Tehát ez azt jelenti, hogy hetente egyszer, amikor túl sok csapadék volt, amikor hetente kétszer is meg volt permetezve. Darabos Júlia a szabadkai tejpiacon árulja portékáját. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt szerinte idén keveset terem majd a paradicsom. Le van sárgúval, kellene most már a nap, a jó idő, mert hiába hideg van. Nincs nap, nincs meleg, volt sok eső, de meleg is kellene. A piacon egyelőre fóliasátorban termesztett paradicsomot vásárolhatunk. Ennek kilónkénti ára 100 és 160 dinár között mozog. 100 dinár, a paradicsika nem volt 100 dinár, de radi se za nekik 10-15 dinár. Az, aki saját termesztésű paradicsomot szeretne enni a nyáron, még néhány napig beszerezheti a palántákat. A palántáknak most már az utója van. Most már volt, be volt sok palántán, de elfogyott. A palánták szála 40-50 dinárért vásárolható meg, ez sokkal kifizetődőbb. Optimális esetben ugyanis egy tő 5-6 kiló paradicsomot is teremhet. Az a mai potrebe számomra, csak de imám, ne prskan, mert ja ne verujem, hogy ovo skoro prskani, da bi u plasteniku sigurno su prskani. Ja hoću tako čisto kad poželim da uzbere meni iz moje bašte. Szerbiában mintegy 20 ezer hektáron termesztenek paradicsomot, ez 180 ezer tonnát jelent éves szinten.